Köszöntjük a kedves nézőket, Olár Roland vagyok, és egy igazi rangadóval jelentkezünk a bajnokság következő fordulójából, ugyanis az Osa Lions hazai pályán a tavaly NB1-alban szereplő MAFC csapatát fogadja. A MAFC csapatában 3-assal Polgárdi Ádám, 5-össel Lakics András, 7-essel Lakos Zsolt, 8-assal Nagy Krisztián, 9-essel Csapai Péter, 10-essel Micsek Levente, 13-as számban Bordács Soma, 14-essel Bartos Bálint, Németh Bence 17-essel, Garamvölgyi Ákos 20-assal, 24-esben Katona Bence és 33-assal Erik Washington. Az Osa Lions csapatában 0-assal Joel Nshimba, 4-essel Kis Kornél, 6-ossal Anda Dávid, 10-essel Rémi Éből, 13-assal Mohács Máté, 15-ös számban Hegedűs Gergely, 17-essel Illés Máté, 21-essel Kis Ádám, 22-essel Zsíros Péter, 23-assal Vejko Dragasevics, 24-essel Sömenek Martin és 31-essel Valentino Karamfinovski. A mérkőzés pillanatokon belül kezdetét veszi az Osa Lions csapatában a pályán. Mohácsi, Joel, Rémi, Hegedűs és Illés. És előzítjük el a labdát, és ezzel a MAFC kezdheti a mérkőzés első támadását. Csapai már is a labdával, aki Washingtont választja. Washington, az egy tiszta dobóhelyzet, lejön azonban, a lepattanó viszont a vendégeké volt, Garamvölgyi Ákos. A támadó lepattanóval, aztán egy kiharcolt faltal, Hegedűs Gergely ütött neki oda, Garamvölgyi vett 2 büntetővel. Kihagyja az első büntetőjét. A második azonban már a helyén, ezzel 1-0. A MAFC csapatának. Mohácsi. Illés. Nshimba. Éből lejön, Mohácsi a lepattanóval. Mohácsi beleáll a triplába, lejön. Nshimba kezei közül ütik ki a labdát. Alapon arról jöhet az oroszlány. Hegedűs beláll a középtávoliba, azonban nem jó a dobása. Washington. Washington, egy szép bejátszás, azonban egy nagyszerű védekezés Joel Nshimbától. Éből indul és Ébőlnek odaütnek. Ebből bedobta, viszont már odaütöttek neki, mielőtt kilépte volna a zicser. Oldalról a hazaiak. Nshimba egy elzárással. Nshimba, szép beválás! Csapa jut oda neki. Illés. Hegedűs. Bedobja a triplát. Hegedűs Gergely triplájával indít az oroszlány. 3-1 a hazaiaknak.
és Ébel szerez labdát, Ébel indul meg. Kimarad, azonban visszateszi. Öt-egy a mérkőzés állása. Katona üti be. Katona nagyon szépen vitte végig. Éből. Rémi eldobja, bedobja. Washington Katonának. Csapai. Csapai. Végig vitte. Mohácsi. Illés. Illés eldobja. És lejön. Katona. Washington. Washington próbálja meg lábon megverni Hegedűst. Nem igazán sikerült neki a labda az oroszlányé. Éből. Szépen vitte végig. Washington. Ez ötnek neki. Az előző fordulóban egyébként az oroszlány vendégben játszott. Békés otthonába utaztak az oroszlányiak, és ha nehezen is, de hozták a kötelezőt, a kötelező győzelmet. Szóval továbbra is 100%-os az oroszlányi gárda az NB1B piros csoportjában. Washington értékesítette mindkét büntetőjét. Ezek 9-7. Ejj, de nem volt jó passz ez. Nishimbától Mohácsi nem érhette el. A feje fölött repült ki a labda az oldalvonalon. Túra. Washington. Csapai. Lejött a triplája. Mohácsi gyűjti be a labdát. Éből. Lejön a triplája. Lakic indul. Lakic. Végig vitte Nishimba mellett. Cserélni is fog az oroszlány, hiszen felzárkózott a vendégcsapat Egárra 9-9. Kettős csere a hazaiaknál. Anna Dávid és Zsíros Péter a pályán. Joel Nishimba és Hegedűs Gergely a padon. Mohácsi ér egy elzárást. Így belenyúltak a passzába, pedig jó meglátás lett volna ott. Anda üresen maradt palánk alatt. Anda üt oda.
Washington a kiharcolt falttal. Lakic. Lakic. Anda mellett próbálta volna meg megoldani. Nem sikerült neki, és a labdával a hazaiak. Hoppá! Hát ez nem kicsit vitatott szituáció. Én innen fentről úgy láttam, hogy pesti játékos ütötte át a labdát a túloldalra, és ezzel nem vagyok egyedül egyébként a csarnokban, ahogy hallják a kedves nézők. A szurkolóknak sem nyert el a tetszését ez a bírói ítélet, azonban nem szabad ezzel sokáig foglalkozni, koncentrálni kell a mérkőzésre. Katona. Washington. Washington. Odaütnek neki, és jó a kosár. Eric Washington negyedik pontja volt ez a mérkőzésen. És jött még egy büntetővel, és átvette a vezetést közben a vendég gárda. 9-11. Washington értékesítette a büntetőjét. 3 pont a Mavsnak. Éből. Éből Lakic mellett. Zsíros. Nem volt jó a dobása, és kicsorog a labda. Az alapon a Ron túlra. Washington. Újabb kiharcolt falt. Hát ahogy hallhatják, ez a bírói ítélet sem nyerte el a tetszését az orosztányi közönségnek. Orosztányi időkérés 4 perccel az első negyed vége előtt, 9-12-es vendégvezetésnél. Oroszlányiaknál egyébként érdekesség, hogy eddig csak 2 dobtak mindössze pontot. Rémi Éből és Hegedűs Gergely. Éből 6-ot és Hegedűs 3 pontot vállalt eddig magára a mérkőzés folyamán, de hát még csak 6 perc telt el mindössze az összecsapásból. Az időkérés végeztével jönnek vissza a csapatok a pályára. Washington jöhet 2 büntetővel.
Washington értékesítette mind a kettő büntetőjét. Anda nem tudja megoldani, és a labda a Mavci. Washington, üres dobóhelyzet, Lakic, lejön azonban. Lakic tripla kísérlete. Indulnak az orosztányok. Katona Bence üt oda Rémi Ébölnek. Kettős csere az oroszlánynál. A pályán Hegedűs és Valentino. Kiskornél az oldalvonalon túlról. Hegedűs kiosztja, zsíros labdájába ütnek bele. Kis Valentino. Hegedűs egy elzárással. Valentino nem tudta befejezni, és indultak volna a vendégek. Kis Ádám ütötte ki a labdát. Csere a vendégeknél is. Nagy Krisztián váltja a Csapai Pétert. Nagy Krisztián ismerős lehet az oroszlányok számára, az tavaly a Nyíregyháza játékosa volt, és nem egyszer játszottunk ugye a Nyíregyházával a tavalyi szezonban is kemény mérkőzéseket. Kis zsíros. 2 másodperc. Kis nagyon rutinosan csinálta. Kiharcolt egy faltot. Újabb cserék az oroszlánynál. Sömenek Martin is. Illés Máté pályán. Nagy Krisztián jól érkezett Hegedűs Gergellyel szemben. Misek Levente harcolt ki faltot. Illés Máté 3. személyhibája. Na ez viszont probléma. Ez nem kis probléma. Az első negyed bőtelt még el csak 8 perc, és Illés Máté 2 faltra a kipontozódástól. Őt nem szabad elveszítenünk, azt hiszem. Misek kihagyta az első próbálkozását. Valami történt még, amit én nem láthattam. Tudom, jó, várj egy kicsit.
technikai kaphatott valaki. Talán Sebastian Krasovets volt az oroszlányok vezetőedzője, de nem szeretnék levegőbe beszélni, nem láttam, megmondom őszintén, hogy kire fújtak rá a technikai faltot. Minden esetre így három büntetővel jöhet. És még egy büntető. Bedobja. Ezzel 9-18 az eredmény. 9 ponttal vezet. A vendégcsapat. Rémi. Kijön. Állj ide honnan. Nagy Krisztián vezeti fel a labdát. Eric Washington elhagyja a labdát, és ebből Abel indulhat. Abel nagyon gyors. Abelnek csúnyán odaütnek egy sportszerűtlen falt. Talán. Nem. Krasovets is azt mutatta az oldalvonalnál. És a nézők is ezt mondják, én is így láttam, hogy csúnyán keresztbe vertek. Réminek sima falt, 2 büntetővel az amerikai légiósunk. Ebből mind a két büntetőjét értékesíti. Bő 1 perc az első negyedből, 11-18-as. Mire ezt kimondom, már 11-20-as vendégvezetés. Éből! Bedobja! Kettő plusz egy. Rémi Éböltől. Ez volt egyébként Ébelnek a 10. pontja már a mérkőzésen, de 13-ból 10-et magára vállalt. Ezért ez nem akármilyen teljesítmény, ezt gyorsan tegyük hozzá. És ott. Saját maga 11. csapata 14. pontja. Visek, ott is egy 2 plusz 1. Hoppá, mégsem. Bocsánat, Visek Levente is már örült. Ezek szerint akkor lépéshiba lehetett, vagy akármi más. Mindegy, a lényeg az, hogy a labdaja hazai a kép. Elment. Kiharcolt falt Andor Dávidtól. 2 büntetővel jöhet. A korábbi Szolnok játékos. Kimarad azonban az első büntetője.
a másodikat. Szépen értékesíti. És ezzel 5 pontra zárkózik az oroszlány, 15-20 az eredmény, 28 másodperccel az első negyed vége előtt. Időt kértek a vendégek. Hazaiaknál ezzel az egy értékesített büntetőjével Anda Dávid mindössze a harmadik játékos, aki pontot dobott ebben a negyedben. Úgy, amint már említettem, Rémiéből 11 pontos, és Hegedűs Gergely 3 ponttal. A vendégeknél 7-en is dobtak pontot. Név szerint Lakics András 2-t, Csapai Péter 2-t, Misek Levente 4-et, Bordács Soma 2-t, Garambölgyi 1-et, Katona 2-t és Erik Washington 7-et. Szép betörés, nagyon szépen játsszák ki, majd Krisztiánnak azonban lejön. Sarokból a büntető, és Sömeneknek sem volt jó ez a távoli kísérete, ezzel ér véget az első negyed, 5 pontos MAF vezetés. Egy kis érdekesség. A forduló másik rangadójában a Veszprém játszik a BKG Krima csapata ellen, és a negyedik negyed kezdeténél 10 pontos hazai vezetés, tehát 69-59-re vezet a Veszprém. A BKG ellen próbálom ezt a mérkőzést is szemmel követni, és a kedves nézőket tájékoztatni a mérkőzés alakulásáról. Most azonban foglalkozzunk a saját mérkőzésünkkel. Hiszen másodperceken belül kezdetét veszi a második negyed a mérkőzésen. Mint már említettem, 5 pontos MAFC vezetéssel folytatódik az összecsapás. Kis nagyszerűen vitte végig, és Kis maradott, és Washington, én még úgy láttam, hogy beleütött. Bírók a MAFC-nak adták a labdát. Bedobja. Lakos és Zsolt a ponttal, és Kistől vették el. Újabb vendégpont. Veiko, Sömenek, kiosztja, Veiko, lejön, és Washington a labdába, Washington tud indulni, Kis ütközi,
Mise, egy sarokból egy tripla, lejön. Felpörögtek az események. Kicsit langyosan indult a mérkőzés. Talán taktikailag próbálták a játékosok érezni, a másik csapatot kiismerni. A másik csapatot, és most eléggé egymásnak estek a felek, de hát ezt várhatjuk egy rangadótól, én úgy gondolom. És ezt várja egyébként mindenki. Rémi harcolt ki egy faltot. Dragasevics nagyon szépen csinálja. Dragasevics kimarad. Andal lepattanóval. Kis eldobja a triplát. Lejön. És az a labda a vendégeké. Eric Washington. Lakosa. Eric Washington üti be. Lakosa. Hegedűs a személyhibával. Le is cserélik Hegedűst, hiszen neki is már a második fajtja. Washington. És ez miért nem volt belemenés? Kérdezem én, természetesen. Washington. Eldobja a triplát. Bedobja. Bedobja Washington a triplát, és ezzel a mérkőzés eddig legnagyobb különbsége 17-27 a vendég csapatnak. Jön is rögtön az oroszlányi időkérés. Kis Kornél az előbbi triplájával a negyedik orosztányi játékos, aki pontot szerzett a mérkőzésen. Ugye lassan 13 perc telik el a mérkőzésből, ezt talán kicsit kevésnek találom. Én így külső szemmel. Azért ebben a szezonban pont arról volt híres eddig az orosztány, hogy nem egy-két kimagasló teljesítmény volt a játékosoktól, hanem mindenki hozta azt, amit elvártak tőle az edzők. Hát természetesen ugye hát talán a bajnokság egyik legerősebb csapatával mérkőznek most meg a hazaiak. Mindenképpen az elitek közé tartozik. A budapesti alakulat. Washington. Kis Kornél. Fajtja. Cserélnek. Ismét az Ose. Joel Nishimba. Anda Dávid helyén.
Nagy. Nagy. Lejön, Ébel indul. Ébel szépen indítja Mohácsit. Mohácsi szépen fejezi be. Na ez a játék. Ez kell. Gyors lerohanás mielőtt a vendégcsapat visszaérne védekezni. Zsíros harcol a labdáért. Nincs meg. Kiadja a közelít. És az meg benn van. Előbb a túloldalt Borrács hagyta ki a közeli kísérletet. És sikerül visszakapaszkodni az orosztálynak a mérkőzésben. Nem volt nagy a különbség, nem volt nagy. Ez a 10 pontos különbség azért tegyük hozzá, de azért jobb így az eredményjelző táblára nézni, hogy mindössze 4 pont a differencia a két együttes között. Mikor lassan csán a második negyed feléhez érkezünk. Másodperceken belül folytatódik az összecsapás, folytatódik a rangadó. Az alapvonalról jöhet a MAV csapata. Csapai dobja be a labdát, és Washington vezetheti a vendége következő támadását. Tripla, lejön. Vele lepattanóval. Rémi. Csappai védekezett vele szemben. De Rémit ez nem zavartatta. Nagyon szép. Középtávoli. Csappai a túloldalt. Hiába próbálja Joel Nishimba magára vállalni a faltot. Zsíros Péter a személyhibával a második zsírosnak. Csappainak lejön az első próbálkozása. A második már a helyén. Rémi. Rémi! Bemegy! Nagyszerűen játszik. Rémi Ébel 17. pontja a 27-ből. És Ébel labdát szerez. Ajj, és az... Az úgy a vendégeké. Washington szokáshoz híven. Rossz volt a visszatett labdája, Ébel indul. Ébel kis befejezi. És ezzel átveszi a vezetést az oroszlány 29-28.
sportszerűtlen hiba Joel Nishimbának. Nem értettem a szituációt. Befújták a játékvezetők a támadó hibát. Majd a 10-es számban játszó Misek Levente nekifutott Nishimbának, és Nishimbának fújtak egy sportszerűtlen hibát, és ezért most Misek Levente 2 büntetővel jön. És mind a kettőt értékesíti. És jön az oldal vonalról a Mavc. De mi van most akkor a faltal? Hát lehet, hogy beírták, de érdekes volt ez most. Minden esetre Washington elmi fel, nagyon rövid. Moácsi, zsíros, nem dobja el, zsíros, rövid, kiosztja. Valentino, Moácsi, nagyon szép játék, lejön zsíros, az is kijön. Washington indul, Washington, nagyon szépen csinált, azonban kihagyja. Rossz volt a befejezés. Éből, ő is megindul. Oda ütnek neki. És egyébként a pontokból ki lehet azt is venni, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a csapatok a védekezésre. Hiszen azért 29 vagy 30 pontot dobni bő 15 perc alatt. Az kevés. Lakic. Katona. Valentino nagyon szépen szerez labdát. Valentino. Nincs falt. Kérdés, hogy miért nincs falt? Nincs falt. Labda a vendégeké. Lakic. Nagyon rövid. Labdai hazaiaké. Moácsi üti be. Moácsi. Csapai. Falt. Zsíros. Rémi. Rémi. Kimarad az is. Valentino azonban visszaszerzi. Valentino nagyszerű passz. Moácsi. Azért gyarapodnak az oroszlányi pontgyűjtők is. Katona bedobja a triplát.
Rémi. Ismét egy kiharcolt falt. Halkan jegyzem meg, hogy ha jó az én statisztikám, akkor Rémi Ebelnek ez a 8. kiharcolt faltja volt a 12-ből. Nem jó közben az első dobás sajnos. A vendégeknek 12 faltjuk van, ebből Rémiből 8-at kiharcolt saját egymaga. Ez akármilyen teljesítmény, a maga 18 pontja mellett. És még nem járunk a fél időnél se. Ebből nagyszerűen játszik. 32-33, 2 perc. A szünetig. Joel Nishimbánál látnak ismét szabálytalanságot a játékvezetők. Hát azt valahogy nem vették észre, hogy Bordácsom a kézzel dolgozott végig, és nagyon rossz büntető Bordácsomától. Ez már tetszik a hazai közönségnek. A második is lejön. Na hát, talán erre szokták azt mondani, hogy a labda nem szokott hazudni. Kis azonban elveszti. Nishimba. Aj, de szépen védekezik! És ott marad Nishimba. Aj, ezt tudom. Az már pont. Kis Kornélnál támadó falt. A labda a vendégeké. Washington bedobja. Washington is nagyon jól játszik. 14. pontja. 5 pontos vendégvezetés. Anda! Nagyon jól oldja meg. Ötven másodperc. Sömenek, micsoda védekezés! Mohácsi indul. Mohácsi! Kis! Most kell talán megnyugodni. Anda! Elzárás Kisnek. Sömenek! Aj, honnan dobja el a triplát? Lejön! Anda! Anda, bedobja! Harminchét, egy pontos massz vezetés. Pont annyi idő van ebből a negyedből, mint amennyi ideje van a Masznak támadni. Lejön, bedobja Bordácsoma, és ezzel ér véget, hölgyeim és uraim. A forduló rangadójának első félidője 36-39. Innen folytatjuk. Én azt gondolom, hogy hatalmas mérkőzést látom, úgyhogy mindenki gyorsan
és másodperceken belül folytatódik is. Az összecsapás. Folytatódik a rangadó. A MAFC vezetheti az második félidő első támadását, és rögtön Washington betörés. Illés Máté negyedik fajtja. Ez most nagy hiba volt Illéstől, elnézést is kér. Négy faltos. Szépen oldja meg palánk alatt Misek Levente. 36-41. Joel. Neki lejön. Ez a próbálkozás hasonló volt, mint amit Misek hajtott végre az imén. És Washington. Szép. Középtávolia, hát nem kezdi jól a második féldőt az oroszlány. Rémi, kettőzni próbálják. Mohácsi. Mohácsi. Lejön. És Simbál lepattanóval hegedűs. Misimba. Az is lejön. Az. Meg a következő. Vendég kosár. Hát benn maradt az oroszlány az öltözőbe, ahogy szokták ilyenkor mondani. 9 pontos előnyre duzzadt a vendégek pontkülönbsége. Egyáltalán nem jó. Ez így, és nem vezet ez jóra. Valahogy a mai mérkőzésen nincs meg az az átütő erő a csapatban. Persze nagyon nehéz ellenfél a MAFC, de ez az átütő erő hiánya, valami hiánya már a Békés elleni mérkőzésen is kiadta jelét, lehetett látni, hogy nem minden oké. És nem is főként a védekezéssel vannak problémák, hanem a támadással. Ezt nehéz megmagyarázni, hogy 10 tripla kísérletből mindössze egyet dobtunk be, és itt a következő eladott labdánk. Ez már a 11. eladott labda oroszlányi részről. Megvan a labda. A vendégeknek 8 eladott labdájuk van. Egy kisebb balhé alakul közben kín a pályán. Statisztikát néztem, és
És nem láttam, sajnos este, hogy pontosan mi történt. Ezért elnézést kérek, csak hát próbáltam nézni azt összehasonlításképpen, hogy ugye nekünk, illetve a vendégeknek mennyi eladott labdájuk van, és valamiről lemaradtam. Az biztos, hogy sportszerűtlen faltot kapott az oroszlány. És hogy Katona mind a két büntetőjét értékesítette, és hogy 11 ponttal meglép ismét a vendéggárda. Washington, Garambölgye egy elzárása, Washington bedobja a triplát. Nagyszerűen játszik Washington. És nagy bajban az oroszlány. 36-50. Nincs még semmi veszve, de nehéz lesz visszakapaszkodni. A Mavs most nagyon felszívta magát. Illés. Garambölgyi a személyhibával az oldalvonalról az oroszlány. Illés. Hegedűs. Lejött a triplája. Azonban Nishimba kiarcolt egy faltot. Garambölgyi Ákos második személyhibája, és kettős csere az oroszlánynál. Valentino Karanfinovszki és Zsíros Péter a pályán. Hegedűs. Éből. Egyegyezni fog. Éből eldobja. Lejön az is. Lesz egy kis időm, mindjárt ránézek a dobó százalékra, csak nem szeretnék lemaradni a mérkőzés eseményeiről. Washington. Nem jó, és... ismét Rémi Éböltől egy kiharcolt falt. És akkor most van időm. Hát igen, ezt is nehéz megmagyarázni. 37,5 az oroszlány dobó százalék azért. Emlékszem én, hogy az idei szezonban mondtam már ilyenkor olyan számot, hogy akár 50%-ot is megütötte. Ez most 37,5. Ismét történik valami a pályán közben. Ezt most pont elcsíptem. A MAPS vezetőedzője kap technikai faltot. Az oroszlányiak dobó teljesítménye. Ugye százalékban már mondtam. Számokban úgy néz ki, hogy a 2 pontos 28/14, a tripla 12/1. Az a nagyon-nagyon-nagyon borzasztó eredmény. A büntetőnk 7/5. Az annyira nem rossz, illetve a fele 2 pontos se, de hát a tripláknál ebből a 12-ből 1, ha még plusz egy 4-et hozzávennénk, az plusz 12 pont lenne, és ott lennénk a MAPS
mögött. Hát nehéz. Nehéz ilyenkor mit mondanom. A dobó százalékon mindenképpen javítani kell. A védekezéssel még én úgy gondolom, hogy mindig nincs probléma, igaz, már 50 ponttal jár az ellenfél, de ez a harmadik negyed közepe fele nem olyan sok. Közben a MAFS vezető edzője nem igazán szeretné befejezni reklamálását. De az, hogy 24 perc alatt 37 pontot dobtunk, amikor az első négy fordulóban a bajnokságból rendre 100 fölött dobtunk. Itt érződik, hogy valami van, valami kisebb probléma, ami kihat, úgy gondolom, hogy erre a mérkőzésre is. Nagyon üresen marad Ganamvölgyés. Szépen fejezi be. Kis. Zsíros. Kis eldobja. Lejön az is. A következő tripla sincs benn. És... érdekes volt ez is, de bírói egyeztetések után a labda mégis az oroszlányé. Valentino lejött a triplája. Szép labdaszerzés. Éből indul meg. Éből. Nincs falt. Washington. Nagyon szépen vitte végig. 37-54. Zsíros kérnében, hiszen mismatchben van. Zsíros most kapja meg, Zsíros szépen fejezte be. Aztán egy pillanatra megáll a mérkőzés is, és Zsírosnak a cipőt kell bekötnie. Kettős csere az oroszlánynál, Joelny Simba és Sömenek Martin a pályán. Nagy! Sömenek itt oda neki. Katona Bence az oldalvonalról. Eric Washington. Megvan a labda. Kis Cornélt húzzák vissza, az bizony sportszerűtlen hiba. Eric Washington a sportszerűtlen hibával. Nem kell aggódnia, hiszen az első fajta volt még ez csak a mérkőzésen.
Közben lezajlott egy csere hazai oldalon. Illés Máté váltotta Rémi Ébölt. Kis Kornél bedobja mind a két büntetőjét. 41-54. És zúva minden bele. Nagyon fontos lesz most ez a harmadik negyed hajrája, hogy hogy jövünk ki ebből. Nem lenne rossz 10 pont alatt zárni a különbséget, és úgy fordulni a negyedik negyedre. Kis kiosztja, Illés lejön. És kiadja a túloldalt. Polgárdi Ádám az üres zicsert. Sömenek eldobja. Lejön az is. Nincs meg a labda az oroszlánynak. Polgárdi a labdával. Polgárdi. Az is lejön. És Simbál a pattanóval. A három pontos kísérleteink száma 16. Kísérletből egyetlen egy talált be. És ott egy újabb beleadott labda. Sömenek. Ez már a 13. eladott labda hazai részről, és ott a következő vendégpont, Misek Levente, a kosár szerzője. 15 pont a differencia. Illés. Illés mutatja, hogy egyegyezni szeretne. Illés szépen vitte végig. Azért rá nagyon szükségünk van. Negyvenhárom-ötvenhat. 2 perc. A záró negyedig. 13 pontos vendégvezetés. Abban mindenképpen tudtunk fejlődni, hogy már 7 játékosunk pontot szerzett a mérkőzésen. Rémiéből 18 pontot vállalt magára. Illés Máténak ezek voltak az első kosarai az imént. 2 pontja van. Kis Kornélnak 9 pont, Zsíros Péternek 2 pont, Anda Dávidnak 5 pont, Mohács Mátének 4 pont és Hegedűs Gergelynek 3 pontja van eddig. Washington. Misek. Misek. Éri a kosár. Éri Misek Levente. Kosara. 2+1. Joel Nishimba a faltal. Egy büntetővel jön még Misek. Nem megy be az a büntető. Labdalja hazaiaké.
Kis. És Simba elzárásába. Zsíros eldobja. Kijön az is. Washington. Lejön. Nishimba. Nagyon szépen harcolt a labdáért. Illés. Vendég falt. Lakos a Zsolt. Harmadik személy hibája. Nishimba. Sikeres a büntetője. A másodikat is magabiztosan értékesíti. Tizenhárom a differencia továbbra is, és ez egy rossz labda. Vagy talán egy jó orosztányi védekezés. Kinek hogy tetszik. Labda a hazaiaké. Kis. Zsíros. Illés. Kér egy elzárást, Illés. 7 másodperc, Illés. Nincs falt. Nishimba lepattanóval, Nishimba szépen teszi be. Ma 47-58 talán sikerül az, amit egy pár perccel ezelőtt említettem, hogy 10 pont alá zárkózni a negyedik negyed kezdete előtt. Ehhez most kell egy nagyon jó védekezés. Washington. Washingtont meg kéne fogni. Lejárt a támadóidő. Nagyon jó volt a védekezés, és 6 másodperce marad még az oroszlánynak, hogy faragjon hátrányából. Kis. 3 másodperc. Kisnek el kell dobnia. Kis eldobja. Bedobja! Ej, de nagyon kellett ez most a végére. Sikeres középtávoli Kis Kornéltól. 49-58. Mint az utolsó éve mindenkinek a kezdénye, a hangjára, és minden lesz szükség, hogyha mindenki álljon fel, gyere szépen, gyere, álljon fel belőle! Gyere! Hát ezt most hallgassák. Direkt nem szólaltam meg. Úgy gondolom, hogy ezt hallani és látni kellett tisztán. Hölgyeim és uraim, ezt a kiabálást küldenek oda jó sarokba, egy fiatal ember, aki nagyon jön a születésnapján, és aki nélkül ez a végén közép talán nem létezne. Állítja el az Isten értessen, aki a Ocean Lions inkább a OBS-nának a végén. Köszönjük, amikor! Boldog
Na hát akkor 49-58, azt hiszem, hogy a szurkolók kitesznek magukért, ezt láthatták, hallhatták. Hát benne van a mérkőzésben, és benne van az Orosztányban, én úgy gondolom az, hiszen egy nagyon jó csapat vagyunk, egy nagyon jó közösség. És egy ilyen szurkolótábor előtt hazai pályán meg lehet fordítani, még egy Mavc ellen is. Bárki ellen. Ez lépéshiba kellett volna, hogy legyen. Nem fújták be, nem baj, hiszen indulunk. Éből is bedobja. Bedobja Rémi Éből, 7 pont a differencia. Rémi Éből 20 pontos. Egyenként tapsol a Krajnik Akác András, sportcsarnok. Nagyon szép védekezés Zsírostól, és Éből indulat, Éből sportszerűtlen falt! Na ez! Ez a játék. Így kellett volna kezdeni, így kellett volna játszani végig, ahogy most itt kezdünk. Rémiéből két büntetővel jöhet. Nagyon fontos ez a két büntető most. Nagyon-nagyon-nagyon fontos. Lejön az első. Hát kellett mondanom nekem, hogy milyen fontos. A másodikat bedobja. Nincs probléma, oldalvonalról jön az oroszlány. Csere. Hazai oldalon. Anda Dávid váltja. Joelni Simbát. Hegedűs. Illés. 52-58. Illés. Nincs falt. Nincs falt. Nincs kosár. Nem baj, kell a jó védekezés. Most minden pont számít, minden egyes pont. Washington bedobja. Nagyszerűen játszik Washington. Egyszerűen nem tudunk vele mit csinálni. 23 pontos. Rémi. Az a tripla is lejön. 18-1 a tripla. Nem tudom, hogy láttam-e már ilyen rossz arányt. És Washington bedobja. Hát jól kezdtük ezt a negyedet, azonban a Mavs hamar válaszolt, és ismét 10 pont. A különbség. Kis. Éből. Hegedűs. Kis. Ő is eldobja a triplát, hát az is lejön. Itt ma a tripla nekünk azon az egyen kívül nem fog beakadni, 19-1. Jó védekezés Andától. Hegedűs. Bedobja, na végre! Na végre! Hát nem hiszem el. Réméből 24 pontos, 20-2 a triplánk, nem jobb, de talán ez most egy kis áttörés lesz. Jó védekezés, azonban oda pattan a vendégjátékos elé a labda. 55-64. Éből, támadó falt.
6 perc, 41 másodperc a mérkőzésből. 55-64. 9 pont. Kettőt cserélt az oroszlány. Mohácsi Máté és Joanne Simba a pályán. Washington bedobja. Huszonhetedik pontja Eric Washingtonnak. Hegedűs, nagyon jól védekezik a Mavc. 6 másodperc, Illés eldobja, lejön. Labda az oroszlányé. És ha jól láttam, akkor Sebastian Krásovec, így van, kikéri harmadik időkérését is. A dobó százalékunk egyébként tovább csökkent. 36,2, 43,9-el szemben. Lepattanók terén összesen 36 lepattanót szedtünk, 8 szerzett, 15 eladott labda, 8 assziszt, 18 far, 18 kiharcolt fal, 3 blokk. A vendégeknél 34 lepattanó, 6 assziszt, 6 szerzett labda, 14 eladott labda, 5 assziszt, 19 falt, 17 kiharcolt falt, és igen, ennyi. És hát a mérkőzés eredménye továbbra is 55-66. Hegedűs, üresen marad a triplán. De hát nem fog ez most bemenni nekünk. Semmi áron nem fog bemenni. 22/2. 20 triplát kihagytunk. Mohácsi. Kis nem dobja el. Aztán ad egy rossz paszt. Megvan még a labda, Mohácsi, Mohácsi szépen vitte végig. 5 perc, 9 pontos vendégvezetés, van még innen visszaút, de nem lesz egyszerű. És főleg nem egy Mavc ellen, nem lesz egyszerű. Ugye a Mavc, mint már a mérkőzés elején említettem, az NB egy A-osztályban szerepelt a tavalyi szezonban, és régóta fenn voltak már. És a Sopronnal játszottak helyosztó mérkőzést. Játszottak a bennmaradásért, ugye az utolsó két csapat játszik ilyenkor. És a Sopron megverte a Mavcot, és nem volt most olyan szerencséje a Mavcnak, mint például tavaly, amikor a Vasas visszamondta az NB1 szereplését, és bent tudtak maradni az A-osztályban. Most itt vannak, és hát rendesen megnehezítik az oroszlány dolgát. Hegedűs. Nagyon fontos kosarak ezek. 7 pont. 4 perc, 20 másodperc. Washington. Őt kéne valahogy megfognunk. Washington. De hát ezt is bedobja.
29. pontja Washingtonnak. Nagyon jól játékos Eric Washington. Nishimba, jaj de szép lefordulás! Illésnek a kiosztása triplára, nagyon rövid. A túloldalt a tripla lejön, Nishimba a lepattanóval. Mohácsi, odaütnek neki. Oroszlányi Cserek is Kornél a pályán. Illés Máté kap pihenőt. Rémi. Nishimbának a blokkjába vezeti bele. Rémi eldobja a triplát. Hát lejön az is. Lassan inkább nem is mondom a tripla arányunkat, olyan szörnyű. A túloldalt a tripla lejön, Mohácsi a lepattanóval, Mohácsi indul. 2 perc, 40 másodperc, Nishimba szépen. És ezzel 61-68 az eredmény. 2 perc, 40 másodperc a mérkőzésből. Vendég időkérés közben. Hát nem lesz egyszerű ez az utolsó 2 perc. Nem lesz egyszerű a hajrá. De én biztos vagyok benne, hogy az oroszlányi srácok mindent meg fognak tenni, hogy a sírból visszahozzák ezt a mérkőzést. Még mindig nem szabad leírni a hazai csapatot. Még mindig nem szabad kijelenteni a maccot a mérkőzés győzteseként. Hiszen a mérkőzésnek akkor van vége, amikor megszólal az utolsó dudaszó. Addig még bármi megtörténhet. És reméljük, hogy történni is fognak dolgok. Természetesen a mi javunkra jó és pozitív dolgok. Jó védekezések, végre nem lennének rosszak, sikeres triplák se, hiszen 22 triplát kihagytunk ezen a mérkőzésen. Hát lássuk, hogy mit tartogat nekünk a forduló rangadójának hajrája. Nagyon szép védekezés, Éből indul, Éből szépen viszi végig. 63-58, megint 58-at mondok, bocsánat. 5 pont. Újra közel az oroszlány, újra mérkőzésben a hazaiak. Washington, vele vigyázzunk. Meg azzal a triplával, ami lejön, de megvan a... Megvan a támadó lepattanó, és ez nagyon fontos most. Lakics. 2 másodperce maradt, el kell dobnia. Lejön. És ez nem falt. Nem falt. Nincs falt, és... Marad a labda a Mavsnál. Hát ezt nyugodt szívvel befújhatták volna a kedves játékvezető urak szabálytalanságnak. És ezt most nem elfogultságból mondom, de hát hátulról rántották le Mohácsit konkrétan a pályára. A parkettára. Washington az alapvonalra.
Misek. Misek végigvitte. 7 pont. Másfél perc. Már annyi se. Kis eldobja. Lejön az is. Megvan a lepattanó. Ébölnek odaütnek. Hát könnyedén lehetne ez is sportszerűtlen hiba. Felborították konkrétan Rémi Ébölt. De hát... Falt. Bő egy perc. 7 pontos vendégvezetés. Hát most nagyon nem lenne rossz egy tripla. Mohácsi. Lejön. Kijön. 1-1. Labda az oroszlányé. Nem 1-1. Falt. Faltot fújnak a játékvezetők. Hát ott, ezen az oldalt az a Mohácsi lerántás nem volt falt. Akkor ez a túloldal. Miért falt? Kérdezem én. Hát a játékvezetők máshogy látták ezt most. Ezt is máshogy látták. Kevesebb, mint egy perc és 7 pont. Hát ide már tényleg valami óriási csoda kéne. És úgy gondolom, hogy lassan, bár nem merek még semmit sem mondani. Tényleg kisnek odaütnek. Természetesen ez is sima falt. Lassan talán eljön annak az ideje, amikor azt kell kimondanom, hogy elszenvedi első vereségét a bajnokságban az oroszlány. Nem szégyen egy Mavc ellen kikapni, de saját magunknak nagyon köszönhetjük ezt a vereséget. Mert ilyen dobás mutatóval nehéz mérkőzés nyerni, főleg egy ilyen csapat ellen. 37%-os a dobásunk. Hát ezen van mit javítani. Öt pont, 25 másodperc. Még sincs erre. Megint magyaráz valamit. A vendégek vezetőedzője, nem értem, hogy ezért miért nem jár technikai. Mindegy. Hegedűs. Beüti az ötödik faltját is. Ezek taktikai faltok, hogy minél hamarabb labdához juthassunk. Ötödik Hegedűs egyelőre nem vesz észre, hogy kipontozódott, aztán lesétál a pályáról. 22 másodperc. Hát, az jó, ha kihagyja a büntetőit a vendégek játékosa. A másodikat bedobja.
6 pont. Éből szépen vitte végig, mutatja mindenki, hogy maradjunk fenn, srácok, gyorsan üssünk egy faltót. Időkérés. 67-71. 4 pont a differencia. Nehéz mit mondani, kíváncsi leszek, hogy hogy fog még alakulni ez a mérkőzés. Hivatalosan, hála Istennek, még nem jelentettem ki semmit. De hát az hatalmasnak. Csodának kéne lennie, hogy... És Kis megszerzi a labdát, ezt nem hiszem, eléből bedobja! Mi van itt? Mohácsi gyorsan ödöült Washingtonnak. Washingtonnak ütünk oda. Aki ha mind a kettő büntetőjét bedobja, akkor akkor vége. Eddig 5-5 a büntetője Washingtonnak, tehát... Hát lássuk! Ez nagyon sokat számít! Washington bedobja az elsőt. Még egy triplára... Hát... Ja. Lehet esélyünk, és akkor lehetne hosszabbítás, de hát ilyen tripla mutatókkal... A végén, hát lássuk, Washington büntetője. Mindenki próbálja hangzavarra zavarni, de Washington nagyon nyugodt. Rémi, 9 másodperc, Rémi eldobja. Nagyon rossz, Zsíros még megmenti, és ezzel ér véget. Még nem ér ezzel véget. 0,3 tized másodperccel az vége előtt. Nishimba még faltol egyet. Hát most már hivatalosan kijelentetem, hogy elszenvedi első vereségét a bajnokságban az oroszlány, és továbbra sem hangoztatom ma, hogy szégyen. Nem, ez nem szégyen kikapni. Nem szégyen kikapni egy MAFT-tól. A gond inkább a dobó százalékunkkal volt a mai mérkőzésen. De hát a saját hibáiból tanul az ember, és én úgy gondolom, hogy a srácok mindent el fognak követni, hogy a következő mérkőzéseken a bajnokságban ennél csak jobb legyen. A hivatalos végeredmény 69-75. Köszönjük a kedves nézőinknek, hogy velünk tartottak a következő mérkőzésen. Találkozunk, ami egyébként Help Kupa mérkőzés lett át.